Veszprém megye kettes számú választókerületében a térképen is megjelölt területen úgy döntöttek a választópolgárok, hogy ismét bizalmat szavaznak kontrát Károlynak a Fidesz KDNP politikusának, így a következő négy évben újra ő lesz balaton füred országgyűlési képviselője. Kontrát Károly a szavazatok 51,8%-át szerezte meg vasárnap, ez jobb eredmény, mint a négy évvel ezelőtti, összesen 25.291 szavazatot kapott a választókerületben. Benedek Szilveszter az Egységben Magyarországért jelöltje 17.371, Kovács Attila a Mi Hazánk 3409, Kárpáti Zoltán a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltje 1607, Berta Ákos a Megoldás Mozgalom jelöltje 780, míg Dalmadi Róbert a Normális Életpárt jelöltje 366 szavazatot kapott vasárnap. A teljes választókerületben 70.594-en szavazhattak közülük végül 50.242-en jelentek meg a szavazókörökben, és adták le voksukat valamelyik jelöltre. Ez 71,17 százalékos részvételt jelent. A szavazatszámlálók összesen 525 darab érvénytelen szavazatot találtak. Balatonfüreden 10.451 fő szerepelt a választói névjegyzékben, Közülük 7516-an éltek a lehetőséggel és el is mentek szavazni. Ez 71,92%-os részvételi aránynak felel meg. Ez magasabb, mint a választó kerületi arány. Érdekesség, hogy a legaktívabb szavazókör 76,77%-kal Balatonfüreden a 8-as volt, ez az Arácsi város részt jelenti, míg a leginaktívabb szavazókör a 4-es volt, itt a részvételi arány 67,71% volt. Ahogy felvételeinken is láthatják, sokszor nagyobb sor is kialakult egy-egy szavazókörben. Ez a szakemberek szerint annak tudható be, hogy most először népszavazást is tartottak az országgyűlési választásokkal egy időben. Balatonfüreden egyébként április 3-án a választás napján rendkívüli esemény nem történt, 6 és 19 óra között zavartalanul folyt a képviselőválasztás.